Csendes a 60-i strandfürdő, és már üresek a medencék is. Véget ért a strandszezon 60-ban. A nyáron azonban mozgalmas volt az élet a strandon. Idén első alkalommal rendezték meg a strandok éjszakáját, ahol több mint 300-an koktéloztak a vízparton. A sportok szerelmeseinek is kedveztek. A mini triatlonon minden korosztály képviseltette magát. A strandfesztiválon több ingyenes játékot is kipróbálhattak a gyerekek, így buborékfocizhattak és a mászófallal is megbirkózhattak. Évek óta hagyomány, hogy Jamaica 5 napra a 60-i strandra költözik. Nem volt ez másképp idén sem. A fesztiválozók pedig most sem csalódtak, hiszen a műfaj legnagyobb ikonjai léptek a színpadra. Így például Kopikon az Airi Mafia és a szervező Ladány Bene 27 is elhozta legjobb dalait a reggae camp lakóinak. Bár csak egyszer rendeltek el hőségriadót a nyáron, mégis népszerű volt a 60-i strandfürdő. A gyermekmedencének köszönhetően több család látogatott ki, így mintegy 34 ezeren strandoltak idén nyáron 60-ban. Bár vége a strandszezonnak, az úszás öröméről nem kell lemondaniuk a 60-iaknak. Szeptember 5-én ismét megnyitott a Markovics Kálmán városi úszoda, ahol már meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Pozitív információval és egy új működési rendbe szabályoztuk a nyitvatartásunkat, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, 22 óráig van, este 22 óráig van nyitva az úszoda. Ez azért kellett, mert a délutáni rengeteg foglalkozás és az úszásoktatások miatt egy picit háttérbe szorult volna a lakossági úszás, és ezért változtattunk azon, hogy nem 21 óráig, hanem este 10-ig, tehát 22 óráig van nyitva most már az úszoda, de csak hétfőtől péntekig. A hétvégi nyitvatartásunk az maradt, ahogy eddig is volt. Az úszodában pedig idén is több programmal készülnek az úszni vágyóknak.